A beruházáshoz személyesen gratulált F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője, és Huba Imre, a Jászhegyszékhelyen Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Újul a város, és ez a városi megújulás nem egy embernek köszönhető. Mindig egy ember van az, aki a sor elején áll, de ez csapatmunka. Egy olyan csapatmunka, mint a foci, hogy hiába van a világ legjobb kapusa, ha nincsenek jó védők előtte. És hiába van a legjobb csatár, aki rúgja a gólokat, ha nincsenek középpályások, akik előkészítenek. Mindennek kell egyszerre, mint egy jó gépben működni. Minden fogaskeréknek, minden alkatrésznek. És Tiszafürednek ez az óriási előnye, hogy csapatként tud működni ez a város, segíti azt, aki berúgja a gólt, segíti azt, aki kivédi a támadásokat, és ezért sikeres a régió egyik legsikeresebb települése Tiszafüred. Figyelemre méltóak azok az erőfeszítések, amit például Tiszafüred városának önkormányzata, az önkormányzat vezetése, a város fejlődése és a térség vonzereje érdekében a jövőbe fektet be. És itt is ez történt, nem csupán kormányzati segítséggel, hanem a település önerejét befektetve sikerült ezeket a fejlesztéseket megvalósítani úgy, hogy közben valóban itt tombol körülöttünk egy gazdasági és energetikai válság, valamint a szomszédban dúló háború okozta biztonsági kockázatok is jelentősen próbára teszik minden Ukrajnával szomszédos ország gazdaságát. És ilyen időkben, amikor mégis egy pozitív üzenetet tudunk megfogalmazni mind a lakosság, mind a térségbe érkező turisták, vendégek számára, az mindenféleképpen azért az előremutató és jövőt építő városvezetés gondolata, amit látunk nap mint nap megvalósulni. És az is figyelemre méltó, ahogy a jövőt tervezve a település nem csak a közlekedés biztonságába, nem csak az itt élők életminőségének a javításába, vagy az ide látogató turisták számára a vonzerő fokozásába, hanem abba is lát fantáziát, hogy együttműködjön a térség településeivel. Ezért is biztosít a Jászhegyszékhelyen Szolnok megyei önkormányzat is szinte erőn felül minden olyan forrást a települések, és itt kiemelten a Nagykunságra gondolok, olyan útfejlesztési, mint külterületi közút, mint pedig belterületi önkormányzati útak fejlesztéséhez forrást, ami ebben a térségben megközelíti a 6 milliárd forintot. Ebből nagyjából 4,5 milliárd forint lehet az, amit a közút által üzemeltetett útszakaszokra, és nagyjából 1,5 milliárd forint az, amit az önkormányzati útak felújítására szánunk. Ebből is látszik, hogy látjuk az úthálózat korszerűtlen és balesetveszélyes állapotát. Látjuk azt, hogy mind a gazdaság érénkülése, mind az itt élők életminősége szempontjából az út az egyik legfontosabb, különösen akkor, hogyha oktatási intézmények megközelítését vagy a hivatás forgalmat, a munkába járást szolgálja. Beszédében a város polgármestere Újvár Imre hangsúlyozta, a városi infrastruktúra fejlesztése kiemelt cél. Ennek megfelelően csak az idejében 5 belterületi út újulhatott meg Tiszafüreden. Kiemelt terület, ezt már nem szeretném újra elismételni, minden alkalommal elmondjuk, a város infrastruktúrájának a fejlesztése. Kiemelt témakörünk, és ennek jegyében idén is 5 utcát tudunk felújítani. Ezeknek a részleteit ugye az előzőekben már bemutattuk, de talán nem volt teljes körű a tájékoztatás, ami nem hiba, hiszen ezek már nem pályázati forrásból valósultak meg, de még további 5 utcát újítottunk fel idén, ha nem is AC11-es aszfalt technológiával, de az úgynevezett itatott aszfalt makadám technológiájával is eljutottunk olyan városrészbe is az időlővezetbe, ahol 40 éve nem újítottak fel egyetlen utcát sem. És mindezt 2022-ben, ebben a háborús időszakban. Nem mondjuk azt, hogy kolbászból van a kerítés, jól próbálunk gazdálkodni azokkal a forrásokkal, amelyek rendelkezésre állnak, de azt egyértelműen el kell ismerni, hogy a magyar kormány támogatása nélkül Tiszafüred és a környező települések sem fejlődhetnének ilyen szépen, és ezt én azt gondolom, hogy mindenki vésse az agyába és elevenítse fel azt, hogy milyen volt az, amikor adósságba fulladva küszködtünk a működéssel, majd a kormány átvállal több milliárd forint adósságot, és milyen volt az, amikor
szégyenszemre már minden környező faluban megújultak a középületek, de Tiszafüreden még lepusztult állapotban volt minden ingatlanunk szinte, és az elmúlt években 6 energetikai korszerűsítést tudtunk végrehajtani közintézményeken, melynek köszönhetően szigetelés, fűtés, korszerűsítés, napelem telepítése történt, és ezáltal egy olyan állapotba ért bennünket ez az energiaválság, amikor elmondhatjuk, hogy nekünk már évek óta csökkenő pályán van a gázfogyasztásunk. Hozzátette, a munka nem áll meg, jelenleg is több mint 1 milliárd forint értékű pályázati kérelem vár elbírálásra.